Kedves szülők, anyukák, tanulóvezetők, megmutatom nektek, mi a tanulóknál az egyik legnagyobb hiba, ami sikertelenség, és meg is kell kapja érte, mert nem tudom, hogy gondolják ők, hogyha kikerülünk vagy előzünk valakit, nem nézünk tükör holttérbe. Jöhet mögöttünk egy rendőrmentő, egy tűzoltó, vagy egyszerűen egy helyi vagány, vagy bárki, mi azoknak nem mehetünk elébe. És tudjátok, mi a legnagyobb baj? A tanuló képes beképzelni, vagy elhitetni saját magával, meg a szüleivel egy sikertelen vizsga után, hogy nézte a tükör holtteret, hogy nézte én, vagy a legjobb sofőrök itt, akik most nézik a videót, mindenki tudja, hogy óriási jelentősége van, és a tanulók mind úgy ülnek, mint én, a harckocsiba annak idején, ahon csak ennyit lehetett kilátni, ott nem volt értelme a tükör holttérnek, csak egy ennyi ablakon tudtunk kilátni, azt úgy mentünk, mert ott nem is számított, ha eltaposunk valakit. De itt számít. Szóval a tanulók, képzeljétek el, meg se mozdul a feje. Meg se mozdul, úgy kerülünk ki, mint hogyha itt legalább valamilyen ilyen rögzítőkkel, mint Mézga Aladáréknál, ilyen rögzítővel, pányvákkal ki lenne kötve a feje, hogy meg se mozdul. És az egyszerűen szörnyű, félelmetes, halálfélelmünk van, ha a tanuló nem kezdi nézni a tükröt és a holteret. És sajnos van olyan oktató, aki azt mondja a tanulónak, hogy legalább színészkedjél, hogy forog a fejed, hogy a vizsgabiztos higgye azt, hogy nézelődsz. Na ez nagyon rossz, ez ami engem egy kicsit úgy frusztrál, mikor egy oktató ilyet mond a tanulónak, hogy legalább színészkedd el, hogy nézed a tükör holtteret. És akkor a tanuló megnyugszik, milyen fasz a gyerek ez az oktató, elég, ha csak így csapkodom a fejemet, mint amikor megyek futni. Ebből nem látunk semmit. Tessék, igenis, tükör-tükör holttér, ha visszatérünk, tükör-tükör holttér. Bizony nézni kell, és nem színészkedni, hanem meg kell nézni. Most meg is mutatom, hogy kellene. Így, né. Még mikor elindulok is, folyamatosan nézem a tükör holtteret, még akkor is. Így, mielőtt kiteszem az irányjelzőt, tükör holttér, mielőtt átmegyek, megint belenézek, elhagyom a kocsit, tükör holttér, jobb irányjelző, sőt, még hogyha itt feltűnik, a középső tükörbe egy biciklis, akkor kell csak visszajönni. Ha kerékpárost előzünk, tűnjön fel, itt lássuk meg, akkor tudunk majd visszajönni. És most képzeljétek el, hogy itt a Járda-sziget, vagy itt a keresztés után áll egy kocsi. Kicsit le fogok lassítani, tudjam elszínészkedni azt, amit a tanulók csinálnak. Képzeljétek el, kerülünk egy kocsit. Micsoda halálfélelem, mikor így, azt se tudja, hogy ki elébe megyünk ki, még irányjelzőzni is elfelejt, így áll a feje, így, azt jövünk vissza, azt se tudjuk, hogy mi van mellettünk. Tudjátok, milyen szar érzés, hogy mennyire veszélyes, tudjátok, mennyire veszélyes? Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy miért nem nézik. Itt most lassan megyek, és akkor itt is már elkezdem nézni a tükröket, már elkezdem nézni, még oda is betekintek, már elkezdem mindent. Forog a fejem, mint a buszkereke. Itt a gyalogos is látjátok, megláttam, és ilyenkor nem szabad szórakozni evel, hogy nem nézünk meg semmit. Ezt nem szabad, egyszerűen szabályszerűen könyörögni kell a tanulóknak, hogy nézzétek már, mert első körön sikertelen lesz a vizsga, ez semmi. Gyerekik, ez, hogy valakinek sikertelen lett emiatt, ez semmi. Ahhoz képest, mikor majd elüt egy biciklist, aki ráadásul részeg, vagy összeütközik valakivel, és akkor utána lehet soha többet nem mer vezetni, csak amiért nem nézte, vagy csak színészkedte ezt a tükör holtteret. Nagyon veszélyes, nagyon-nagyon veszélyes. A másik legnagyobb hiba a tanulóknál még az, amikor kap egy utasítást, hogy
Például megyünk párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, és sávot kell váltani, mert balra megyünk, vagy csak egyszerűen a belső sávba kell menni, mert felbontották a külsőt. Mikor mondom a tanulónak a feladatot, azt csinálja, hogy megyünk, először is kell nekem egy 100 méter, mire felfogja, hogy csak kiteszem már közben, álljon be mögém, mire felfogja, hogy mit kell csinálni. Utána megfogja az irányjelző, szépen megsimogatja, mintha meg kéne takarítani egy fegyvert, azt várja, hogy vajon valaki átengedi vagy be. Hát mondom, tedd már ki, mert soha nem tudják. És lásd csodát, amit a vizsgabiztosok mond. A vizsgabiztos is azt mondja, tegyük idejébe az irányjelzőt, mert még lehet, segíteni is fognak. Hát a tanuló csak csiszolja, már majdnem begyullad az irányjelző, csak így csiszolja. Aj, nem engednek be, nem engednek be. Képzeljétek, a kedves tanulók, nincsen gondolatolvasó sofőr, ahhoz nagyon jó sofőrnek kell legyen már, hogy a mozgásból is olvassunk, hogy mit fog csinálni, de ha azt mondjuk, hogy be kell menni, ki kell tenni, még akkor is, ha nem tudunk elindulni, még akkor is, vagy nem tudunk sávot váltani, mert amikor odaérkezik egy üres hely, vagy valaki villant, hogy beenged, akkor tudjunk bemenni, érthető? Muszáj ezeket úgy mond, észbe tartani, és nem tüzet csiholni az irányjelzőn, nem tüzet csiholni, hanem igenis ki kell tenni, ha az nem okoz megtévesztést. Már nagyon sokszor megpróbáltattam a tanulóval, tegye ki az irányjelzőt, 5-ből egy biztos, hogy át fog engedni. 5-ből egy biztos. De az egy is már nekünk egy óriási segítség, mert legalább mire elérünk a kereszteződésig, vagy ahol balra kell menni, vagy ahol a kátyút kell kikerülni, vagyis az útfelbontást, akkor legalább már sávot tudunk váltani. Aki most videózik, sajnos ő is olyan volt, hogy mondtam neki a Faragtár utcán, hogy a fényjelzőnél balra megyünk. A percen elkezdett tüzet csiholni. Mondom, tedd már ki, kitette, a mögöttünk levő Suzuki azonnal beengedett. Képzeljétek el. És ezt hetekig kell nekik magyarázni, meg hónapokig. Ha venni kell, akkor jelezzünk. És hogyha van lehetőség, váltunk sávot. Na, köszönöm szépen.